Megállás nélkül zajlik a gyártás az Audi Hungária győri gyárában. A szerelő soron 4 fajta modell készül. Ettől az évtől már itt gyártják a TT RS változatát, és ugyancsak itt készül az A3-as Sportos szériája. Ez az autógyártás szíve, ezért nem véletlen, hogy a Szereldében tartotta újságíróknak hagyományos évzáróját az Audi Hungária Kft. Az ügyvezető igazgató minden szempontból sportos évnek nevezte 2016-ot. Das Jahr 2016 war für uns ein sehr sportliches Jahr. A 2016-os év valóban nagyon sportos volt számunkra, mozgalmas időket éltünk, nagy átalakulások zajlottak, fel kellett készülnünk a jövőbeli kihívásokra. Örülök, hogy ilyen sok újdonság történt. Ezek közül a legelső a Q3-as modell, amely az egyik alappillére az Audi kínálatának. Ugyancsak megszületett a döntés idén arról, hogy ennek a gyártása Magyarországra Győrbe kerül. Ez úgy gondolom ismét bizonyítja a belénk vetett bizalmat. Ezt mutatják azok az építkezések is, amelyek zajlanak éppen a gyárunk területén. Ez egy meghatározott projekt lesz, és az autógyártás területén tudunk bővülni. Péter Köszler azt is hozzátette, ugyancsak nélkülözhetetlen szerepet tölthet be a vállalat az elektromos hajtások területén, mert a koncern úgy határozott, az Audi Hungária Motor Kft. Lesz az Audin belül az első, amely villamos motorokat gyárthat. Az autóipari cég szeretne időben és minél jobban felkészülni arra az időszakra, amikor már az elektromos autóké lesz a főszerep. Azt hiszem, ez nem egy csapásra bekövetkező változás lesz, az átállás folyamatosan történik, ez azt is jelenti, hogy egészen biztosan még több évtizeden keresztül a belső égésű motorok meghatározók lesznek a közlekedésben. Ezért az Audiban is a villamos hajtások lépésről lépésre fognak fejlődni, és azzal számolunk, hogy nagyságrendileg a 2025 és 2030 közötti időszakban szaporodik meg az elektromos autók száma. De biztos vagyok benne, hogy még akkor is lesznek benzin- és dízelmotorok. Ádám és Éva az idei év robosztárjai, őket most az újságírók is megismerhették közvetlen közelről munka közben, ami azért számít kuriózumnak, mert a robotok itt az emberrel kooperálva dolgozhatnak együtt. A két robot felel az autók fugáinak és az alkatrészek illeszkedésének pontosságáért, egyenként 10 millió forintba kerülnek. Az újságírók egyéb okos megoldást is láthattak a világ egyik legmodernebb gyártó során, amelynek kapacitása folyamatosan bővül. Az Audi Hungária szerves része az Audi egész világra kiterjedő gyártási hálózatának, és immár kihagyhatatlan, megkerülhetetlen része vagyunk ennek a gyárhálózatnak. Éppen ezért mi is észszerű lépéseket teszünk azért, hogy az Audi AG teljes egészen növekedhessen. Az már egészen biztos, hogy bővítjük a présüzemet, a karosszériaüzemet és a lakkozót, de a szerszámgyárunk is nagyobb lesz, és még több egyedi alkatrészt tud előállítani, amire nagy szükség van. A 2017-es év is izgalmasnak ígérkezik. Arra számítunk, hogy ez még mindig az átmenet éve lesz az új termékünk a Q3-as felé. Azt várom, hogy az általános gazdasági helyzet nem éleződik tovább. Magyarországon is és az Európai Unióban is összességében egy közös piacon dolgozhatunk és erősödhetünk. Mindent megteszünk azért, hogy a sikerpályán lévő Audi Hungária maradjon ezen az úton. A győri vállalat az Audi és a Volkswagen koncern központi motorszállítója. A kisalföldi megyeszékhelyen évente 2 millió motor és 160 000 jármű készül.